A nagyatári ipari park ad otthont a Sata Bútorgyár vállalkozásnak. A cég csaknem 2 évtizedes múltra tekint vissza. Szóval ez egy régi történet, idestova 19 éves, ez otthon a családi házunknál a garázsba kezdődött, klasszikus módon. Egy csomó cég jellemzően ilyen garázsba kezdi, tehát ritka a második generációs cég szerintem itt a bútoriparban. És hát ott ezt teljesen egyedül kezdtem, egyedül adtam el, egyedül mértem fel, egyedül gyártottam le, egyedül szereltem be. Ez így ment körülbelül 3-4 évig. Tibor elmesélte, a kezdeti sikereket annak köszönheti, hogy annak idején beszerzett egy 3D-s látványtervező programot, amivel az ügyfeleknek rögtön meg tudta mutatni a készterméket. Ezen kívül felismerte a piacban támadt rést. Akkor volt egy változás a piacon, hogy nem lehetett egyedi bútorokat még gyakorlatilag venni, vásárolni, gyártatni, meg pláne nem, és akkor volt egy elég nagy vákum. A cég ezután gyorsan felfutott, néhány év múlva telket vásárolt a nagyatári ipari parkban, ahol beindította a gyárat. Tibor volt az első nagyatári vállalkozó, aki a telephelyét a parkban építette fel. Azóta folyamatosak a fejlesztések. A bútorgyártása nyersa feldolgozásával kezdődik. Egészen egyedülálló Somogy megyében, hogy a cég helyben fűrészelt fából készíti el az asztalos műveit. Megrendeléstől függően évente akár 5000 köbméter fát is feldolgoznak. A fűrészgépet uniós pályázatokból finanszírozták. A cég 90%-ban csak tölgyfát használ. A bútorgyártás egyik legnehezebb kérdése a beszerzés. Tiborék általában a Sefag Zrt-től és magánerdőgazdaságoktól vásárolják a nyersanyagot. Hát a mai viszonylatban nagyon magas a faára, ez zömmel befolyásolja a beszerzést is, de ha az emberek pénze van, még akkor sem biztos, hogy tud rönköt venni. Tehát ez egy komoly utánajárás, napi szinten tartani a kapcsolatot fakereskedőkkel, az erdőgazdasággal, ez egy komoly lobby tevékenységet igényel ez a fabeszerzés. A lefűrészelt deszkák még nem alkalmasak bútorkészítésre. A nyers léceket körülbelül 1 hónapig szárítani kell, mielőtt az asztalosok foglalkozhatnak vele. 70 fokon állandó légkeveréssel történik a folyamat egy külön helyiségben. Hátul a szállítókra egy szervizajtó, ahol a szárítási folyamatot lehet ellenőrizni. A szárító nagyon leegyszerűsítve egy szauna és egy hajszárító keveréke, ahol a ventilátorok a légáramlást biztosítják, a hőcserélők pedig a hőmennyiséget. Hogy a kész deszkákból bútorlap készüljön, az úgynevezett táblázó segítségével össze kell ragasztani őket. Az új fejlesztéseknek köszönhetően a korábban több órás folyamatok néhány percre rövidültek. Sok részfolyamatot kell a gyártás alatt felügyelni, a cég összesen 8 alkalmazottat foglalkoztat. Ottó évek óta dolgozik a Sata Bútornak, nemrég évvégi ajándékot kaptak. 2008 óta asztalos munkakörben. Hát akkor már 10 éve így dolgoztam. Igen, 10 éve. És hallottam, hogy nemrég kaptatok egy egész jó ajándékot a cégtől. Igen, karácsonyi vagy hát ilyen évvégi jutalomnak kaptunk egy sümegi wellness hétvégét családostul. Oda utaztunk én és a kollégám is. Ezek pedig már a bútorkészítés folyamatának utolsó fázisai. Ebben a műhelyben formázzák meg a végső darabokat. A cégnél nem készítenek tömegterméket, minden bútor egyedi, külön megrendelésre készül. Sokszor a vásárló csak egy rajzot vagy egy képet küld el arról, milyen bútort szeretne. Ezt az internetről küldték, és egy képet az internetről letöltve, és mielőtt csináltunk, hogy elmutatom, hogy milyen kép készült elő. Ez már annak a kopi, vagy második példány, ezt látta valaki ezt a szekrényt, mondta, hogy önök is kell egy ilyen. Tehát gyakorlatilag csak egy egyszerű képet vált az internet, átküldte egy egyszerűen. Ezt tartottam, nagyjából beírtam, hogy milyen méretek több politikus. A cég legfontosabb megrendelője egy belga belső építészeti cég. Velük már 8 éve tartják a kapcsolatot. Rajtuk kívül 4 budapesti cég is állandó megrendelőjük. tavaly előtt 160 milliós bevételt értek el. Az elkészült darabok ára több 100 000 forint is lehet. A cégnél a keletkező hulladékot is hasznosítják. A fűrészporral az épület kazánjait fűtik, az aprólék fát pedig kedvező áron eladják tűzifának.